Egy igen hektikus mérkőzés volt, tehát minden elemében ez a találkozó. Nagy küzdelem volt végig 60 percen keresztül. Azt gondolom, hogy mind a két csapat kifejezetten jól felkészült a másik játékából, és egy komoly taktikai csata is volt. Többször kezünkben volt a mérkőzés, ami tehát a hibáinkat nagyon kihasználta az MTK is, és tényleg egy nagyon komoly ellenállással találkoztunk itt a mai nap folyamán. De erre is számítottuk. Tudtuk azt, hogy az MTK-nak komoly lövői vannak, akik nagyon megnehezítheti a dolgunkat, hogyha nem védekezünk megfelelően. Azt gondolom, hogy a 24 gól azért az elég jó. Tehát a védekezésünk nem volt rossz. Egy bizonyos időszakokban volt gyengébb, de a végén pedig tehát a helyzeteinket, lehetőségeinket egy hajszállal jobban használtuk ki, mint az ellenfelünk, és ezért tudtuk elvinni ezt az értékes 2 pontot. Hát felemás érzéseim vannak. Egyértelmű, hogy az sokkal jobban tetszett, mint a szerdai meccs, de azt tudtunk, hogy az inkább a fontosabb feladat, ami előtt állt. Elégedett az egésszel, ahogy játszottunk, ahogy küzdöttünk, igazából hasonlított a kézilabdára is, és egy csapatra, ami a nagy betűs csapatra. Van egy sajnos 4 meccsen felfüggesztve, és azt nem akarok, hogy ez életbe lépjen, ezért másról nem szeretnék nyilatkozni, de igazából így nem akarok senkit megbántani, de úgy érzem, hogy nem biztos, hogy ez tökéletes produkció volt. Nem a mi, meg nem a Vác, nem a mi produkció, hanem más valaki. De mondom, büszke vagyok a lányokra, azért tényleg nagyon sokat megtettek, hogy sikerüljön legalább 1 pontot szerezni. És amit az Óli is elmondta, hogy tényleg voltak olyan szakaszok, amikor egymás hibáiba éltünk, de bízom benne, hogy a nézők is élveztek ezt az egészet. Sajnos nem sikerült pontot szerezni. Először is szerintem egy nagyon agresszív MTK-val találkoztunk, akik védelme mögött egy nagyon jó kapus teljesítmény volt, és több zicselt is kihagytunk, és ezáltal az MTK mindig fel tudott zárkózni. Örülünk a 2 pontnak, és az egész fél évnek. Igazából szerintem megtettük azt, amit kellett, és győzelemmel megyünk haza. Hát én úgy gondolom, hogy nagyon sokat gyakoroltuk a védekezést, és mivel összeállt a védekezésünk a szerdaihoz képest, ezért volt mögöttünk egy kapus teljesítmény, viszont hogyha kicsit pontosabbak vagyunk, akkor legalább 1 pontot szerezhettünk volna, és úgy gondolom, hogy megérdemelhettük volna azt az 1 pontot, mert már nem az első meccs, amikor így járunk sajnos.